Sziasztok, Rózsa Gyula vagyok, ez itt a Kriptoros csatorna, és egy újabb videóval jelentkezem, amiben a Social Swap idei terveiről, némi átalakításról fogunk beszélni. Múlt héten szerdán tette közzé a Social Swap, mit is tervez az idénre, és ezzel a nyitóképpel indítok, ahol látszik, hogy a, a az 1000 SST tokent nekem sikerült megnyernem hogy tudtok ti is SST token nyerni. Hát a, az élő bejelentkezéses videó alá, amit a Social a oldalán megtaláltok aktuálisan, hozzá hozzászóltok és lájkoljátok a videót. És akkor ti is a következő élő bejelentkezés alkalmával nyerhettek ezer SST-t. Nézzük az SST árfolyamát, ezzel kezdem. Hát rákatintottam a, a történetre, az egész Social Swap életének a történetére, illetve az SST token árfolyam grafikonjára, hát látjuk, hogy a medvepiac utolért minket is rendesen, és hogy ne legyen annyira szomorú a kép, betettem azért ide a Uniswapnak a csártyát, az árgrafikont is, ahogy látszik, őket is elérte, illetve a Pancake Swap, két decentralizált váltónak az árfolyam grafikonját látjátok, hát most decentralizált világon, decentralizált tokennek világában most nem olyan szép a látvány, de hát ahogy látjuk az egész kriptovilág megsínylette ezt a piacot, talán kilábalunk most már belőle, hiszen bő egy év múlva lesz a bitcoin feleződése, és tudjuk nagyon jól, hogy ez a kriptóknak a felfutását szokta jelenteni. Úgyhogy meglátjuk. Legalábbis ez, az edd, ez eddig így volt, és meglátjuk, hogy ez majd hogy fog most alakulni. Na de nézzük, hogy miről beszéltek a social szap élő bejelentkezésen. Szokásosan a Denis beszélt a, a piac alakulásáról, én ebben most nem megyek bele, hiszen ezt megnézhetétek már, ugye múlt heti dolgokról beszélt. Én igazából, amiről szeretnék, az, az, hogy hogy tervezik, illetve mi történt itt a, a, a vezetés környékén. Ugye tudjátok, hogy volt egy belső kör, illetve van is belső kör, amit három srác alapított, ugye a Harry, a Niklász és az Alexander. Ők kiléptek a belső körből és elhagyták a projektet illetve a háttérben úgy gondolom ott vannak, de a fő fókusz a saját tevékenységre, tevékenységeikre helyeződött át. Úgyhogy ezen a szlájdon azt látjuk, hogy újból át lesz szervezve, és egy másik belső kör lesz megalapítva. Ennek a részleteiről nem tudok semmit. Ezt álká fogja most levezényelni, illetve a különböző ilyen rendezvényeknek a, a Megvalósítása, illetve a tervek ezeken is dolgoznak, ez is egy kicsit másképp lesz megcsinálva. Illetve amit szeretnének, hogy több értékesítés történjen, ugye akkor fog emelkedni egy tokennek az árfolyama, vagy egy kriptónak az árfolyama, ha több a vétel, mint az eladás, és ha egy kvalifikált tag mondjuk sok a kriptót elad, vagy sok SST token sikerül neki eladni, akkor egy olyan gondolkozik AK, ami egyelőre a programozók nem tudták még megcsinálni, de egy ilyen gondolat van, hogy akkor azokat pluszba jutalmazzák, és az ő API-juk, tehát az jutalom, amivel le vannak kötve az SST tokenek, hogy az övüké kicsit magasabb legyen. A következő slide az a közösségi szavazás. Van egy aktuális közösségi szavazás a Social Swapnak, ezt ide is betettem, így van. Ez arról szól, hogy a Mountain wolf felvegyék felvegyék újra a kapcsolatot, illetve hát a kapcsolat megvan, hiszen a Social Swap oldalán alul látszik a főpartnerek, a Token Goodies, illetve a Mountain Wolf, mint partner, a Social Swapnak de ez egy kicsit a tavalyi évben ez ellaposodott ez a, ez a, kapcsolat, illetve nem nagyon volt róla szó, hiszen a tavalyi év májusától fogva egész őszig a, a korral kapcsolatos úgynevezett kampány folyt, aztán utána elindultak a loket -ok, egész ősszel ez ment. Erről volt szó, és hát a Mountain Wolf kicsit háttérbe került, viszont vetettek egy szavazást, és a közösség szavazhat arra, hogy a Mountain Wolf faluiból szorosabbra vegyék el kapcsolatot. A régebbi tagok tudják, hogy mi ez a Mountain Wolf, aki esetleg nem ismerné, a Mountain Wolf egy, egy, váltó, az egész világra kiterjedő banki licence van, tehát készpénz, kiutalás, kriptováltás tökéletesen működik náluk, és az ötlet az volt, hogy az SST is tisztázódva lesz itt, illetve hát könnyebben be lehetett volna tehát a készpénz és a kriptó váltása könnyebben megtörténhetett volna, hiszen a Bonten wolf egyszerűen beutalták volna az eurót, és ott pedig direkt lehetett volna sst venni. Ugye ez nem történt meg az istázódás, hiszen ellaposodott egy kicsit ez a, az a fajta történet, illetve egy saját SST kártya kibocsátásról is volt szó. Meglátjuk, hogy, hogy mi lesz ezzel. Hát a szavazás nagyon úgy néz ki, hogy a közösség, már akik szavaztak, 90%-a szeretné, ha ez a, az a kapcsolat, partneri kapcsolat szorosabbra fonódna, illetve hogy a Piedit kártya meglegyene SST logóval. Ennek az eredménye, ez holnap lesz az élőben, illetve szerdán lesz az élő jelentkezés, addig lehet erre szavazni. Hogy ez mennyire lesz aktuális, hogy mennyire sem, azt én nem tudom megmondani nektek, mert lehet, hogy erről lekésed, de ez csak az én saját véleményem, hiszen a Mountain Wolf egy másik decentralizált váltóval lépett nagyon komoly kapcsolatra, de erről majd a későbbiek folyamán beszélek, ha ez aktuális lesz még. Akit ez jobban érdekel, az nézer utána a Wolf-nak. De most beszéljünk tovább a social swapról. Igen, itt még a szavazás annyit, hogy jobban beszeretnék vonni a jövőben a közösséget, és valakinek valamilyen ötlete van arra vonatkozóan, hogy merre felé menjen a social swapnak a, a, az élete, mer, melyik úton haladjon tovább, vagy valami ötlete van, akkor ezt be lehet majd nyújtani, ezt az igényt, és erre egy külön szavazást fognak tudni majd kiírni. Igazából ahogy a, jövő, a jövőben szeretnék jobban, hogy úgy működjön, mint egy DAO, ugye egy decentralizált autonóm organizáció, tehát egy decentralizált, független szervezetként működjön a Social swap. Ez egy, ehhez viszont meg nagyobb közösségre van szükség a nemzetközi szinten is, nem csak német nyelven, hiszen csak a német nyelven ezért az elég kicsi. De mindenféleképpen ebbe az irányba halad a történet. Ennyit a szavazásról. És uh, így van. A többféle csatornán volt a socialsap elérhető, és uh, most, hogy a ugye AK is levitte a működési költségeket, és eltávozott pár ember is, akik azért jobban közrefogták itt a, a dolgokat, illetve közösségi csatornákon is szerepeltek. De mi, hogy kevesebben vannak így a háttérben, akik dolgoznak, ezért a fókusz Igazából a Telegramra, mint fő kommunikációs csatornára tevődik át. Eddig is ott volt, de emellett volt mondjuk egy Discord csatorna is. A Discord megmarad, viszont a kommunikáció ott nem lesz olyan, hm, hogy is fogalmazzam. Nem lesz olyan sűrű, mint amilyen eddig volt. be, bevallom őszintén, hogy én is ritkán mentem fel a Discordra, én is inkább a Telegramot használtam, és úgy gondolom, hogy a, a közösség mondjuk 90%-a biztos vagyok, hogy csak a Telegramot nézte úgyhogy ez, ez lesz továbbra is. A következő slide a Bécsi event, a Bécsi összejövetel. Ez biztos, hogy nem lesz a nagy volumenű, mint amilyen volt tavaly, illetve tavaly előtt, amikor én is ott voltam. Ez köszönhető annak, hogy a AK, ugye a költségeket, a havi költségeket a minimálisra csökkentette, viszont mindenféleképpen szeretne, szeretne, hogy a közösség offline is találkozna. Ugye ez is egy olyan dolog, ami megkülönböztet minket a többi decentralizált váltótól. Ennek lesz egy kvalifikációs menete, hogy ki az, aki részt vehet ezen az összejövetelen ingyen. És ennek a részleteit a, szerintem a következő, vagyis honlap után lévő élő bejelentkezésen fogják elmondani. Illetve bárki részt vehet majd rajta, lesz majd ezen, a, ezen az összejövetelen, hiszen lehet majd sima jegyet venni. Ez az utóbbi, legutolsó alkalomkor azt hiszem ilyen 49 dollár környéke volt, szerintem most sem lesz sokkal több, valahogy ez az árkategória marad meg illetve a vacsorára is akar valaki jönni, akkor lehet, hogy majd 70-80 euró lesz, nem tudom, ennek a részletei majd igazából szerdán fognak kiderülni. A lényeg az, hogy ha nem vagy kvalifikált, nem tudsz kvalifikálni, de szeretném mindenféleképpen eljönni Bécsbe és találkozni a, az alapítók, illetve a közösség tagjaival, akkor ezt megteheted, ha veszel egy jegyet. A következő slide pedig a szerintem a legfontosabb, ami ezen a, a az élő bejelentkezésen elhangzott, illetve a legfontosabb, ami a, az idei évben akár megemelheti a kor mellett, az SST-nek az árfolyamát. Az pedig, hogy a, a, mint egy launchpad fog ö, működni az SST. Erről szó volt már tavaly-tavaly előtt is, tehát ez a kezdetek óta benne volt a, a tervben. És most már van két projekt, akik szeretnék, ha a sub decentralizált váltón ö, listázódna a tokenjük, és ebből az egyik az egy mesterséges intelligenciával ö, foglalkozó coin lesz. És ezek kizárólag a social lesznek majd elérhetőek. Úgyhogy ez egy jó történet lehet. Én úgy tudom, illetve úgy hallom, hogy idén a mesterséges intelligenciával foglalkozó coinoknak, illetve tokeneknek lesz egy nagyon nagy felfutása. Ez lesz az egyik sláger az NFT, illetve az NFT piac, illetve a Play to Earn a pénzt keres, tehát a, a játékpiac mellett. További listázások is szóba kerülhetnek, erről mindenféleképpen a közösséget meg fogják majd kérdezni. Tehát a közösség szeretné, hogy újabb koinok szerepeljenek a tőzsdén, akkor erről lehet majd szavazni. Ez mindenféleképpen jó lesz a váltónak, hiszen ha új koinok, új tokenek kerülnek fel a szórsőszab decentralizált váltóra, akkor az újabb embereket, újabb friss, friss, pénzt jelenthet, újabb SST vásárlást, újabb páros úgyhogy én nagyon izgatottan várom, hogy mi lesz ennek a menete, és hogy közben láttam már a, a német csoportban, ahogy AK beírta, itt is van valahol, igen, uh hogy a két, a két a listázása, ez az első negyed meg fog történni, és ez tényleg, tehát meg is egyeztek, és a tárgyalások véget értek, úgyhogy reméli, hogy erről a konkrét híreket is meg tud majd velünk osztani minél előbb igazából ez volt itt a lényeg ennek a hozzászólásnak, tehát azóta, amióta ez az élő bejelentkezés megvolt, ugye akkor az még nem volt biztos, ott volt már az asztalon, ma már délután jelezte, hogy tető alá hozták a bizniszt. Kíváncsi vagyok, mi lesz ez a két coin, ami, ami a social szapnál lesz elérhető. A következő pedig, igen, ebben a, 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 ilyen affiliated partneri ilyen versenyt szeretnének elindítani. Ez is, ezzel is szeretnék ösztönözni a közösséget, hogy ajánlásokat tegyenek, illetve hogy igen, ajánlásokat tegyenek, hogy partnereket hozzanak be, új friss lóvét hozzanak a Social Slabhoz. Lesznek különböző kvalifikációs szintek, különböző juttatásokkal, akár egy eventre egy, egy jegy, egy fesztiválra egy jegy, vagy éppen csak sst vagy különböző ajándékok. Ennek a részletein fognak dolgozni illetve egyéb más marketing tevékenység is szóba került. Itt például a CryptoStarter, ez egy Amazonon elérhető kezdő kriptósoknak szánt könyv. Az egyik írója, az a Social Swap közösségének a tagja, már az ele a kezdetektől fogva, és ő az agregátort, amikor bemutatta, hogy az agregátorról beszélt, akkor azt a Social Swap példáját vette alapul, és a terv az, illetve az az egyesség, hogy a Social Swap ezért egy, vagy egy QR kódot, vagy valami kupont bele fog tenni a könyvbe, és aki megveszi a könyvet, az ajándéba kap majd X mennyiségű SST tokent, amit majd leköthet és ezért is szeretnék, ha szeretnének több embert bevonni a social slaphoz, illetve ez egy, tök jó reklám lehet, és itt megemlítették, ennél a résznél megemlítették a Crypto Drinks lehetőséget is. Sokan nem hallottatok még a Crypto Drinksről, ennek ide betettem az oldalát, CryptoDrinks.hu, nézzétek meg, ez egy olyan energiaital, ez pár hete, pár hete indult el tényleg az országban, ez egy magyar kezdeményezés, és az egyik magyar tagunk ajánlotta be, beszélt, a, illetve küldött, felvett a kapcsolatot a SocialSup alapítóival, illetve rajtam keresztül is én is bevittem, és melegen tartom ezt a projektet a belső körön belül. Úgyhogy itt meg is említette AK, hogy ez is egy... A crypto drinks is egy jó történet lehet egy alternatív marketingre. Mi a lényeg ennek? Tehát, ha az italok fóliájában veszel egy ilyen kriptodrinket, az italok fóliájában van egy kód, és mindegyike valamilyen kriptovalutát tartalmaz. Így gyűjtheted a drinks tokeneket és egyéb projektek tokenjeit, vagy értékes nft ket És itt az egyéb projektek tokenjei lehet akár uh, egy SST token is. Én szerintem ez egy tök jó ötlet lenne. Semmi uh, konkrét lépés nincs egyedül annyi, hogy ezt megemlítették, beszéltek róla, és egy érdekes történetnek tartják. Meglátjuk, mi lesz belőle. Úgy gondolom, mind a két félnek egy hasznos partner kapcsolatot hozhat a jövőben. A CryptoDrinks.hu-nak a linkjét beteszem majd alulra, megnézhetitek a, részleteket, illetve ha körülnéztek, vásárolhatok is, illetve online rendelhettek is már CryptoDrinket. A következő, a Lucky ugye a Lakiesről volt már szó, a Lakies az egy úgymond szerencsek elég vagy ilyen lottózó, és ez már fix és fertig, ahogy a német mondaná, fix und fertig, ez teljesen kész van, plusz nem lesz, ez bent van a, úgymond a, a fiókban eltemetve, és csak az megfelelő időpontra vár, hogy ezt kirakják, és egy új felhasználási esete lehet a social swapnak és eddig, ugye tavaly nem tették ki, hiszen láttuk, hogy milyen volt a piac, nem lett volna nagy értéke, most viszont, hogy kicsit pozitívabb már a hangulat, ez bármikor ki fogják tudni rakni az oldalra, két-három nap alatt, ha azt mondják, hogy indul, akkor két-három nap alatt ez kint is lehet, a megfelelő időpontot fogják majd kiválasztani, úgyhogy ez is, a, ez is idén, ha úgy alakul a piac, akkor ez is kint lesz. És ez is elérhető lesz. Több fa, több webinárt fognak tartani. Ugye tavaly is, ezt tavaly is elmondták, hogy tartanak majd rendszeresen webináriumokat. AK és Denis tartottak kétszer-háromszor, ezt most idén el jobban rá szeretnének feküdni, illetve tavaly ősz óta, október-november október, óta német prezentációk sem futnak már, úgyhogy ezt szeretnék újra felfrissíteni. A régi prezentációk is már minimum négy hónaposak, úgyhogy uh, illik most már egy újat csinálni, hiszen vannak új hírek. E, tehát a bevillániumok is el fognak indulni. A, igen, itt a YouTube-ról beszélt még, ugye, hogy a, a kommunikációs csatornákat le szűkítették kimondottan csak a Telegramra, többnyire, illetve hát a marketing tevékenységet pedig a YouTube-ra és a TikTokra. Aloisnak van egy nagyon jó TikTok uh, csatornája, amit egy pár hónap alatt nagyon sikeresen felfuttatott, és uh, ezeket a short videókat ki fogja tudni rakni a YouTube-ra is, hiszen a 2023-24-es trend azt mutatja, hogy ezek a short videók ezek nagyon pörögnek. Itt beszél pontosan a, a TikTokról is. Úgyhogy uh, igen, és itt még a korról beszélt, hogy a... Uh, a core token még van eladó, 19 centér, igazából, hol is van itt a dashboard, 98%-a elkelt a core tokeneknek, úgyhogy ha valaki szeretne még core tokent venni, akkor ezen az oldalon elérhető, ennek az oldalnak a linkét is be fogom tenni a videó leírásába. Aki nem tud, hogy mi ez a kor, van egy rövidebb videóm erről a csatornámon, majd beteszem ide valahova, a fejem mellébe fogom rakni és pár információt tudtok róla összegyűjteni. <coughs> Illetve hát ebben most nem is megyek bele, mert ez egy külön videót igényelne, hogy a kort bemutassam nektek. Ha a magyar csoportban van erről szó, sokan tudjátok, hogy miről fog szólni a kor, amikor ez elindul, ebben most nem akarok belemenni. És igazából ennyi volt a, a, ez az élő bejelentkezés és az én videómnak is ezzel itt vége lesz, nem is akarom tovább húzni a dolgokat. Írjátok meg a véleményeteket, hogy ti milyen jövőt láttok az SST-vel kapcsolatban. Nagyon fontos lenne, hogy visszanyerjék az emberek, illetve visszanyerje a közösség a bizalmát ezzel a projekttel. Itt vagyunk már lassan két éve, és még mindig nem tűnt el a social swap, pedig már eltemették egy párszor, úgy, ahogy a bitcoint is sokszor eltemették, és el is fogják még egy párszor. A social swap még mindig itt van, annak ellenére, hogy látjuk, hogy hol áll az árfolyam. Tehát, ha visszaáll a, bizalom, akkor pillanatok alatt tud egy ilyen felfutást csinálni, mint ahogy pontosan egy évvel ezelőtt meg is csinálta a két influencerrel, akit partnerként behozott a social swap, de az egy teljesen félresiklott mutatvány volt. Én ezzel be is fejezem ezt a videót. Örülök, hogy itt lehettem, és elmondhattam nektek, amit prezentáltak múlt héten a srácok, és szerdán újabb élő bejelentkezés lesz, úgyhogy jelentkezem a következő videóval a következő élő bejelentkezésről. Sziasztok!